olyan tiszta lesz, mint 14 évvel ezelőtti átadás a kora győri nádor aluljáró plexifala. Ezeken a képeken is jól látszik, nagy erőkkel zajlik a takarítási munka ezen a rendkívül forgalmas belvárost és nádorvárost összekötő útszakaszon. Idén ez a plexifal került tehát előtérbe, ugyanis könnyen szennyeződik és színeződik, ezért a letapadt port, kormot, graffitiket és a mohásodott felületeket eltávolítják az útkezelő szervezet szakemberei vegyszeres, magas nyomású vízzel. Az egyéves forgalomnak a koszt megkötő hatása, akár a kibocsátott kipufogó gázok miatt, ez annyira elkoszosította, hogy ezt az üvegfalat tisztítatjuk most meg, nagynyomású mosóval, megfelelő vegyszerekkel. De ugye nem csak ebből áll, hanem gyakorlatilag az aluljár üzemeltetések több feladata is van. Az itt lévő víznyelőket takarítatjuk ugyanúgy, illetve gyakorlatilag azokat a statikai dolgokat is, ami ugyan nem látványos, de mindenféleképpen egy ilyen aluljárónak a karbantartása a szükséget. Félpályán halad csak a belváros felé vezető úton a forgalom, ugyanis a mosást mind a járda kerékpáros, mind az úttest oldalán elvégezték a szakemberek. 100-100 méter hosszan dolgoztak kedden, egész délelőtt. Nagyon sok bejelentést kaptam, hogy koszos, ezt időnként rendbe kell tartani, meg kell tisztítani. Én is gyakran kerékpározom erre, tehát láttam, hogy ez milyen állapotban van. Úgyhogy az útkezelő szervezetet megkértem, hogy tisztítsák le. Óriási a forgalom, és nyilván az autókból kijövő benzingő, az egyéb füst eléggé elkoszította ezt a plexifalat. Úgyhogy jogos volt a kérés, ennek igyekszünk eleget tenni, így lesz ez a jövőben is. Sőt, hát jövőre szeretnénk az itt lévő falakat is újra festeni, graffiti mentesíteni. Egyszer ugye mindent nem lehet. Aztán az alpolgármester is takarító eszközt ragadott, besegített a szakembereknek a munkába. Hát ebben eléggé edzett vagyok, úgyhogy a gyerekkorom óta szeretek mindenfajta ilyen autómosást csinálni, úgyhogy eléggé ismerem ezt a szerkezetet. Van otthon nekem is egy ilyen kisebb, nagy nyomású mosó, úgyhogy igazán nem esett nehezemre ezt, és hát láttam, hogy szakszerűen végzik több fázisba a munkát a szakemberek. Úgyhogy köszönöm mindenkinek a türelmét, hiszen nyilván a munkálatok most ez egy darabig elhúzódnak, és ugye sáv lezárással is el. Itt is ugye bent a kerékpárút leszűkülése járda, de azt gondolom, hogy az eredmény az majd magáért fog beszélni. Amíg 2014-ben mintegy 3,8 milliárd forintból épített aluljáró, szinte már akkor főszerepbe került a város életében, nélküle ugyanis a dugók hosszabban kígyóznának, az autósok többet haladnának lépésben a központban.